Fogyúti fertőzések volt a mai témánk, illetve a szakértőnk témája. Köszöntjük itt dr. urat, Bani Ferencet. Milyen telefonok jöttek, mire voltak kíváncsiak az emberek? Kettő fontosabb kérdéscsoport volt. Az egyik arra akart, fontosabb volt, hogy hogyan tudjuk ezeket a fertőzéseket megelőzni. Uh-huh. A másik pedig az volt, hogy miért jelentkezik valakinek visszatérő ilyen panasza. A megelőzés szempontjából fontos elmondani, hogy ez is az immunrendszernek a stabilitásán alapul, ugyebár ha az immunrendszerünk nem védjük eléggé, nem adjuk meg azokat a dolgokat, étrend, vitaminbevitel, folyadék, megfelelő folyadékmennyiség, rendszeres sport, akkor ne várjuk, hogy ez a rendszer kitűnően működjön. Nagyon fontos ilyenkor elmondani ősz elején, hogy nagyon fontos a réteges öltözködés. Én valahogy azt látom a praxisomból, hogy a hölgyeknél fix pontosan az a terület nincsen védve, ami szükséges lenne. Nagyon fontos azt is elmondani, hogy ha érezzük, hogy ürítenünk kell, tehát vizelnünk kell, akkor ne várakozzunk, hanem igenis ne tartsuk vissza, hanem menjünk és vizeljünk minél többet. És akkor a másik kérdéscsoport, ami felmerült, hogy valakinek miért jelentkezik gyakrabban ilyen. Eleve a hölgyek ugye mondtuk, hogy hajlamosabbak erre. Két fontosabb eset szokott előfordulni. Az egyik az, hogy az előző húgyúti fertőzés nem volt kellőképpen kikezelve. Én legalábbis azt látom, hogy nagyon sokszor hiányzik egy vizelet tenyésztés. Ez olyan lenne, mintha egy sötét szobába egy fekete macskát kergetnénk, vagy keresnénk, és nem tudjuk célzottan kezelni azt a problémát. Tehát sokszor ez hiányzik, és nincs célzott kezelés. A másik probléma pedig, hogy a háttérben meghúzódik egy olyan immunhiányt produkáló betegség, állapot, ami miatt folyamatosan visszajönnek ezek a problémák. Lehet ez mondjuk egy cukorbetegség, tehát a cukorbetegeknél nagyon gyakori ez a probléma, esetleg egy daganatos megbetegedés rosszabbik esetben, akkor ne felejtsük el, ott vannak a terhesek, ugye az már egy eleve egy immunhiányos állapot. Nagyjából ezek voltak, amik úgy fontosabbak. De akkor ami a legfontosabb talán, hogy mindenképpen el kell menni orvoshoz, a végére kell járni ennek a dolognak, mert abból sokkal nagyobb baj lehet, hogyha elsiklunk ezeket. Pontosan. De előtte meg akkor ez az immun erősítés. Az immun. Hát ez mind minden betegségnél. Stressz helyzet kerülése, stb. Csak tudja, mi van, doktor úr, az van, hogy addig nem tudjuk, hogy gyenge az immunrendszerünk, amíg egy ilyen betegség meg nem mutatja, mert mindig azt gondoljuk, hogy egészségesen táplálkozunk, megeszünk, meg nem is veszük észre egyébként, hogy mondjuk ki valamilyen hiánybetegségünk van, vagy vitamin. Az az első fontos, hogy ennek tudatában legyünk, és tényleg, mikor az első tünet jelentkezik, akkor gondoljunk rá, és menjünk el szakemberhez. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen.